Már is kell adni. Addig nyugodtan lehet a kamerában, hogy látom, hogy itt van. Úgy is, hogy itt van. Ja, várj, de ez nem mi pozik, felhasználnak kell lenni. Ez az. Kecsi. Semmit nem mond. Semmit nem mond. Ne is nézz a kamerát. Na, szevasztok srácok, szevasztok itt Facepopi, köszöntelek titeket újra itt a csatornán, és köszöntelek benneteket újra egy kóstolós videóban. Ez egy elég rendhagyó kóstolós videó lesz most, ugyanis az alanyok, akik részt vesznek a kóstolásban, nem tudják igazából, hogy miben vesznek részt. Annyit mondtam nekik, hogy veszünk fel egy videót, vagyis hogy fog forogni a kamera, de igazából nem tudják, hogy miről van szó. De mutatom igazából, hogy mit találtam ki. Ja, még van egy kis pikantéria az egésznek. Oh, spajzban nézzetek szét. Kupi van. Mint minden normális spajzban. Kupi van. Mutatom, mit vettem. Na szóval, azt mondja, hogy bio fekete kagylót vettem. Én se kóstoltam még soha fekete kagylót. Voltam most a... Ne nézd már! Úgy is tudom, hogy azt nézed. Ne azt nézd! Na. Voltam az egyik bevásárló központban, és ott most ott láttam, hogy friss fekete kagyló. Friss. Biztos friss, mi? Na mindegy, csak nem leszünk rosszul tőle. Bocsánat, most a telefonnal veszem fel. Most ilyen vegyes lesz a videó felvételek, mert lesz telefon, lesz GoPro, minden. A lényeg az, szóval a kagylót fogunk készíteni. Hogy fogok készíteni. Itt lesznek a srácok az elkészítésnél is. Két ilyen munkatárs barátom, nagyon aranyosak, szeretem őket. És jó pofák is szerintem. Szerintem jól fog sikerülni az este. Hát én voltam ma, hogy ezt ugye megvettem, de aztán mikor hazajöttem, akkor jöttem rá. Ezt a telefon nem tudom valóban letenni, na mindegy. Akkor jöttem rá, mikor hazajöttem, hogy dolgok hiányoznak az ételhez. Mert úgy átfutottam a receptet, de az agyam mégsem futott át akkor, hogy körülbelül mit, hogy persze facepapison lesz ez is elkészítve, ez egy kicsit ilyen főzünk együtt kóstolós videó is lesz egyben. Úgyhogy valószínűleg belekerül mind a két lejátszási listába, főzünk együttbe is, meg a kóstolós videóba is. És akkor jöttem rá, hogy én száraz fehér bort nem vettem. Na úgyhogy felhívtam a Gergő barátomat, és akkor mondta neki, hogy ha jön, akkor hozzam már egy üveg száraz bort. Azt mondja, de hát nem iszunk. Mondom, nem iszunk. Csak hozzá bort. A kajához kell. Jó. Aztán utána felhívtam a Kristóf barátomat, mondtam neki, hogy kéne petrezselyem. Na hát azt mondta, hogy neki ez nagyon pervers, mert ő még sosem ment úgy vendégségbe, hogy tőle ilyet kérjenek. Aztán miközben elkezdtem még itt pakolgatni, meg minden, akkor jutott eszembe, hogy nincs itthon fokhagyma, mert el lett használva kb. Két nappal ezelőtt, úgyhogy felhívtam megint a Kristófot, pont bent volt az egyik bevásárló központban, és mondtam neki, hogy már úgy vettem, hogy mi kell még, és akkor mondtam neki, hogy hát kéne egy kis fokhagyma is. És de mit fogunk enni ezek? Azt hiszem csak, hogy enni fognak, pedig nem csak enni fognak. Na mindegy, úgyhogy körülbelül ennyi eddig a sztori, nem sokára meg fognak érkezni, lehetséges, hogyha tudom, akkor azt is fölveszem, még azt nem tudom mi, hogy fog alakulni, meg mit fog rögzíteni a kamera, vagy mi az, ami bevágható, nem vágható. Ettől függetlenül tényleg szerintem ez egy nagyon jó este lesz, és gyertek, tartsatok velünk, tényleg szerintem jól fogjuk érezni magunkat. Meg más nem, elkészítünk egy fekete kagylót, megkóstolunk egy fekete kagylót, de úriak vagyunk. Aztán nem lesz elég, akkor eszünk zsíros kenyeret lila hagymával. Mert figyelj, mit vettem még a boltba. Biztos, ami biztos alapon, hogyha netalántán nem lesz elég a fekete kagyló, akkor egy kis zöldhagymát oda dobunk egy kis valamivel. Ha gyere, csöngessél! Nem ez volt az ablakon? Nem. Most jött a Kristóf, átküldtük a másik lépcsőházba, hogy oda csengessem be.
Nem látja, hogy nem oda kell. Fog szitkozódni. Figyelj, most mi? Mi van? És mi a neved? Hogy mi? Hármas kapucsengő. Ezt nem mond. De mondtam. Na, mennyi csengessél? Gergő, nem tudja kinyitni addig neked. Jó van. Nagyon jó. És azt hittem, hogy rájött magától, de nem jött rá. Most meg is csinál. Ez, hogy mondja neki, papi, ne szórakozz már, tudod? Akkor mit áll? Azt az Istenét megé. Jaj, Istenem. A Kristófot se az a szél szeretjük. Szőke. Szőke. Az biztos. Figyelj, ott kukucska. Most hív. Elutasítom. Hívd fel, hívd már fel. Várj, jön. Na most mi van? Lenyomtom a hármast. És? Nem történt semmi. Akkor itt nyom meg, mert ez a lépcsőház az. Szóval, elkezdtem. Jó, kezdeném. Jó. Na, szóval kóstolódni fogunk, de először megfőzzük. Jó? Találkozom valamit a bolyra. Szóljál a férbe leszólni. Miben? Hát a beszélgetésben. Szóljál bele, szóljál. Te főzöd, mi nem csak semmit. Így van, ti csak nézzétek meg ezt. Extra szeretem. Meg kóstolunk. Hány félét főzöl akkor most? Ezt fogjuk enni. Nem tudom, hogy ti már ettetek. Először a kamerát mutatom, mert ők fontosabbak, mint ti. Körbeadom, jó? Bio fekete kagyló. Biztos, hogy nem. Fehér nem volt. Biztos, hogy nem leszek ilyen. Amúgy én szeretem a tengeri herkentjüket. Terkeli, a terkeli herkentjüket. A terkeli herkentjüket szeretem. Azt is szeretem. De ezek már... meg... elpusztul. Nem, ezek visítani fognak, mikor a főzők. Na. Úgyhogy elméletileg azt kérdezem, tök egyszerű az elkészítése, a recept. Gyorsan előkésztek minden. Kell hozzá egy fazék. Nem, ilyen, ez nem olyan főzős videó. Végy egy fazekat. Én azt is kértem volna, hogy hozzáll a boltból. Első lépés, végig egy nagyobb konyhát. Főzős videó, legközelebb úgy fog kezdődni. Első lépésben hív fel Kristófot, és rendel meg tőle a hozzáll a boltból. Rendeljek azért valamit, hogyha ezt mondod, akkor... Nem, már a videóban mutattam egyébként. Már megrendeltem. Valami nagyon nem lakunk jól, akkor... Kizölt egy már. Zsírt. Jó, végül is. Szerintem az is az lesz, nem vetett vissza. Na, kell nekem fokhagyma, vörös hagyma. Állj! És miért pont kagyma? Miért pont kagyma? Mert ez volt akciós. Én de most számítottam itt valami osztrigára. Mert nem vettem még ilyet. Én sem megláttam, és akkor gondoltam, miért ne. Vörös hagyma. Azt egy picit le kell majd aprítani. De rakja ezt iskolába tanultad. Majd nem mondtam valamit, csak így nem beszéltek a videóban. Ezt is vág ki.
kimész egy vágás lező. Itt van, és kész a kajon. És kész a kajon. Hát tudod, mi lesz, majd nyomál el valami faszalat lány zenét is, hogy Robi főz. A szép meg nincs alattam. Gyere csak. Van gyufa még, csak mi, miért? Köszi. Várjál. Szólja, hogyha kell, mert van. Na. Ne, azt mondom, hát ez olívaolajjal kéne. De? Egyrészt olívaolajat már nem volt pofám hozatni beletek. Nem is lett volna annyi pénz. Másrészt mi magyarok vagyunk. Remélem a videó végén ott a feliratban benne lesz a nevem. Stáblistában. Stáblistában. Meg úgy fogom, tudod, hogy a videót támogatták. De tételesen nem tudod, hogy ki mivel mi magyarok vagyunk. Ezért egy jó palac zsírral meg fogod tenni. Zsírral fogjuk csinálni. Az igen, apám. Fekete kagyló, magyar zsírra. De ez milyen zsír? Ezt nemrég csináltam pár napja. Ez jó, ez jó. Te kaptál ajándékban. Én ismerem. Nekikentem vele a... A szlakás! Pomos festetek a múlt. Ez tényleg magyaros, mert kell alá hagyma. De akkor mit csinálsz? Magyar zsír, magyar hagyma. Gergő, szépen megkérlek a... Most már ki a bort. Ahhoz értem. Jó csavaros. Jó csavaros az lesz. Egy jó féle. Nem szponzorált, tehát ne csináld. Mutatom be. Kit akartam, pontosan. Száraz fehér bor kell hozzá. Perfecto. Egy három gereszt fokhagyma. Most a fokhagymát nem muszáj megpucolni. Mert azt nem esszük meg, igazából csak az íze kell bele. Mehet héjas túl is bele. Várjál nekem most a telefonba, szóval tudom, hogy három fej fokhagymát hozzá. Igen. Ebből elhasznál három gerezben? Szerintem itthonra nem marad akkor? Hát csak annyit hozatok vele. Én a műsornak hoztam, nem? Milyen műsornak? Nem. Akkor érkezésedre. Hozattam itthonra. Hogy elviszed, jó? Hát én is viszem. Ne! Miért te azt hiszed, hogy csak ezt a két deci bortot, amit hazaviszed? Haza is viszik. Én már most megiszom, tudod. Csak szóljál, mennyi kell, tudod. Nem. Kivontjuk. Kocsa jöjjt el. Kajt. Nem szeretem a bort, de igen. Na. Több marad nekem. Ha jól olvastam, bár nehezen olvasok. Kézzel kire egy húzni egyébként. Igen. Csak azt szabad majd beletenni, amelyik nincs kinyitva. Ami nyitva van, azt nem szabad beletenni. Minden esetre, hogyha bármi történik, kicsim szeretlek. Na. Mondtad volna, hogy írjak egy végrendeletet, és hogy ne csak, hogy elhújjon a vakvilágban a vagyonom. Fokhagymát. És akkor... Most teszem bele a kagylót. Mutattam oda? Nem, ugye... Kis fekete kagylókat. Nice. Milyen erős kagylószaga van. Ezt honnan nézted ezt a receptet, hogy ez ilyen beleszületett? Velem született. Velem született, tudod? Velem is hallhatott volna. De már mint, hogy nem. Nem, de engem tényleg érdekel most. Netről. Igazából a netről néztem, megnéztem egy pár receptet. Azt én úgy szoktam főzni, és megnézem, mi az, amiben azonosabb a receptek. És akkor azon, ha úgy, egy kicsit alakítok magamnak. De valamit fertőzött kell ezen a recepten? Igen. Igazából? Pártot zsírral csinálunk. Mert egyébként? Olívaolajat kellett volna alá tenni. Igen. Olívaolajat kéne csinálni. Az olívaolajat pótoltuk zsírral. Illetve mit
Hát, még fűszert, még valamelyik ír még másfajta fűszert is, de még a citrom kell majd mindjárt, én, de az csak a legvégén. Az egyik adból bekapta a másikat. Ugye. Hát tegyél be tudni. Tényleg a közönség felhördül. Na hát, ezek így félig nyitottak, úgyhogy ezeket akkor nem teszem bele, nehogy véletlenül rosszul legyünk. Most kérem akkor a bort. De amúgy fogja, nincsen rajta a gázban rendesen. Köszi. Csak amúgy akkor ott megbeszéltem. Jó, meg valami fedő kéne elvileg. Tessék. Kicsit olyan koleszos. Hát most kidobom, de a kukát meg ki kell vinni minél hamarabb. Kör is bele az akváriumba. Többit. Na, nézd már egy időt, Geri, kérlek szépen. Ja. Most adok ezzel, hogy egy negyed órát kéne kell párolni. Okay. Addig, nyár. Összevágunk a petrezselymet, egy elég. Mire felírtam, mondom, meg, Rafi, mennyi kell? 30 grammos. Csokorba van? De mondom, 30 grammos, nem csokorba van. De az mennyi? Mekkora a doboz? 10x10-es? Mondom 30 grammos. Jó, akkor hozzá kettő. Ezt annyira ügyesen csinálod komolyan. Mesterek, mesterek. Igen. Rettenetes, komolyan. Hát... A csajtok is így gondolja. Sok főzős tudom. A csajtok is így mondja, amikor reggelit készítem neki. Sok főzős videó, ez megtette hatását. Igen, itt alultam meg a főzős videókat. Egyébként ez úgy volt, hogy nekem ez mindig tetszett, akkor látom a paprika tévén, meg ilyeneken tudod fiatalabb koromban, hogy amikor így válnak a séfek, és akkor egyik havarom ő szakács, most is kint dolgozik Németbe, és akkor megkértem, hogy tanítson meg válni. És mondhatta, hogy mi a technika, aztán mondta, hogy gyakorolni kell. Én az érzi, hogy minél többet kell gyakorolni. Meg azt hiszem nem így fogod, hanem így. Így kell fogni, mert igazából nem tud elvágni a kezed. Így, ez itt vezeti, látod? Ez itt vezeti, és akkor csak húzod arrébb, akkor megy arrébb a kés. Meg mondjuk az se elhanyagolható. Nekem így is sikerülne szerintem. Nem, mondjuk az se elhanyagolható, hogy mindig olyan kés kell, ami vág. Az fontos. Az fontos, igen, hogy sokkal veszélyesebb az életnek kés, mint az édes. Mert azért egy bajazó késsel egy petrezselyet felapítani nem biztos, hogy sikerül. Ne legyek szemét, figyeljetek, vettem egy kis embert, kaptok egyébként. De várjál, most azt mondtad, hogy ne legyél szerint. Ha azt akarod, hogy ne legyél szerint, odaadod az egész csomagból. Nem. Ha csak egy-egy darabot adsz, akkor még mindig szerint vagy. Na jó, de egyet kaptok, de figyelj. Nem az esti randira vetted, de nagyot nem mondtad. A pesgőt is láttam ott bent a polcon. És csoki lesz, vagy ilyenek? Csoki? Ez a mai időben. Nem csoki. Tessék. Én is eszek egyet. Jó, nagy. Biztos, hogy a napon pirosodott meg ennyire. Az idei jelenségre. Mi baj van? Első epletet veszed idén, kagylóval várna. Nem bárszom, most csinálom. Idei első kagylómat eszem. Az utolsó. Az utolsót ebben az életben, valószínűleg. Azt nem sem mondjuk lesz. Egyébként a múltkori csigás videót. Igen? Az a Vessa. Nem néztem végig. De én sem tudtam. Mert nem bírom végignézni. Én sem tudtam. Mikor elkezdtetek ők rendezni, hogy minden... Nem. Play my friend. Most kicsit ledobtam a láncot. Az... Nem azt mondtad, hogy 4 órán keresztül kell párolni? Akkor nem egykor. Most újraindul a 4 óra.
kell azzal a rákólóban, mi a terved ott a kezed? Na nyílnak ki. Rák uram. Na. Már is látom, addig nyugodtan lehet a kamerában, hogy látom, hogy ez jó. Úgy is van itt. Várj, de ez nem mi pozik, felhasználni kell nem. Ez az. Kecsi. Semmit nem mond. Semmit nem mond. Ne is nézz a kamerát. Itt fogom venni. Héé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 é hey! Nagyon szarul néz ki egyébként. Kap még egy kis citromlevet. Igazából szerintem csak a citrom miatt tudott össze a nyálaszámba, más miatt nem. Most felkezdett? Amúgy. Csak így kérdezem. Azon kívül, de még valami? Jó, hogy majd kimosom a gatyát, nem figyel. Hozok egy izét. Van papírt. Ez olyan, mint hogyha, ahogy fölhozták, úgy néz ki, mint ahogy fölhozták a tenger mélyén, mi? Várjátok, ez sok az ambient kódot. Vagy itt várt, ha még valaki bejön. Na, hoztam az legyen. Műsz középre, ma hagytam neked helyet. Na, jó volt nekem így. Akkor közelebb a hügerihez. Így jó. Benne van mindenki, úgyhogy. Na. Hát készen van. Nem baj, kézzel leszünk, srácok? In nomine patri et filii spiritus sancti. Na. Vegyünk el egyet, kóstoljuk majd. De Rafi, ez meleg. Mint a. Szétnyitjuk. És akkor igazából egy kicsi ilyen kis kagyócska. De hát valami nyitva van. Van be. Minden az összes nyitva. Az összes most de nem kínos. Az, csak hogy nincs is benne semmi. Már ő kiesett már. Te ezt a herdót kell megenni? Kiveheted, vagy így a izé. Aha. Ez útorító. Na. Már ne! Most elszünk, hogy bújuskodunk. Cheers! Cseh. Meg is van. Amúgy jó íze van. Na is köszönöm jól. Nem mondtam. Csak nem arra gondolok, miközben eszem, hogy ez mi. Hát te gondolj arra. Teljesen jó. Nektek is van benne valami kis kemény. Ez egy kicsi, aha. De az mi? Az a segge, segjupa. És kaki van. Amúgy finom. Hát köszönöm jó. Gerit megtérítettük. Hát az a kukia. Akkor az a tiéd. De Rafi ilyen. De jó, Petr, zsem. Megint azt mondtam, hogy Rafi. Nem baj. Ha tudni fogják nevezni. Igen. Igaz gyöngy! Nem szereted amúgy az ilyen tenger? Nem. Cuccokat? Most már igen. Rühellem. Kifejezetten. De tényleg? De várj, azért nem szereted, mert hogy óckodsz tőle, vagy azért nem szereted, mert nem ízlik, mert az a kettő között nagyon nagy különbség. Óckodok tőle, tehát ezektől a csúszómászó mindenféle szóval... ilyen kagyló, meg. Szóval alapvetően igazából még nem kóstoltál ilyet. Nem kóstoltam, most kóstoltok először kajdót. Életemben először. De nem olyan fűszeres íze van. Na, a hús igazából olyan, mint egy kis darab csirke mellett lennél be a szádba. Tényleg olyan az íze, de nem tudom, tehát. Finom. Vonatkoztass el attól, hogy kajdó. Elvonatkoztattam egyébként, és látjátok, hogy nem hánytam meg, nem. De jó, de fogsz. Csak a só kedvéért. Hát, még egy kettőt megeszek, akkor biztos. De azt rátolom. Csak hogy legyen nézettség a papírban. De nem, de tényleg, tehát ez az... Amúgy tényleg jó. Told akkor. Nem szóval, hogy nem beszéltél. Ez amikor a csigát kiszívtátok a házából. Na jó, mondjuk, az tényleg nem. Hát ez egy undorító, az valami undorító. Tényleg undorító. Undorító. Tényleg. Nem szívtuk ki a házából a csigát. Nem tudom, milyen videót néztél. Kiszedtük pálcikával belőle.
Hát akkor nem tudom, most valamiért az van bennem, hogy az megfogták az a házat, és akkor... Az osztigát szokták. De az nem csak kiszívják, hanem kiöntik belőle, mert hogy... Igen. Mert hogy ugye annak, hogy csak... Undorító. Jó, ja, osztigát azt úgy találja fel, hogy igazából csak az az egy része van, meg is benne van maga a kagyló. Igen. És azt töntik meg még citrommal. Na jó, legközelebb... Felbontják, van... körülbelül vágják késsel, hogy már igazából csúp már kijön belőle. Igen. Ráteszik jégre, meg citrom. A legközelebb valami normális kaját csináljunk itt, valami malacot, malacot forgassunk itt meg az teraszon. De ezeket, amiket most csinálunk, ezek a kóstolós videók, ezek pont arról szólnak, hogy olyan dolgokat kóstolunk meg, amiket még nem kóstoltam, amiket nem mindenki, nem mindig eszik, tudod? Én is ettem még ilyet, hogy fekete kagyló. Én ott most így igazából így ezt látva, én már ettem, csak ugye nem ebben a formában. Hát, kagylót már ettem, lehet ilyen konzerveset is, akkor... Nem úgy, hát érted, hogy étterembe így... Persze, tésztával, ilyen pizzán, helyszínes valami. Pizzán, tengergyümölcsei. Óriási. Ez jó. Ettől függetlenül majd fogok még más dolgokat is, meg... Meg hát így most is, hogy főztünk, tehát a főzők együttben megcsinálok, tudod, nagyon. Barbecue-t, meg minden ilyen... Legközebb a koszor. Na, olyankor hívjál engem. Még engem ilyenkor is hívhat, úgyse jó. Nem, de tőle, tehát... Junior, kelljen azt a kagylót légysz, és rendesen, mert elvágom a fejedet. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, nagyon finom volt ez a... Ezt köszönöm, hogy mert pont elkopáztam. Kipróbáltuk. Kipróbáltuk, így van, nagyon-nagyon finom. Látszok, alapvetően egyébként szerintem finom, jó ízű, így a... Egyébként így tényleg így érezni a fokhagymát, a bort egy picit, a citromot, jó. És még a zsír sem rontott el a magyar házi zsír. Egyébként tényleg. Egyáltalán nem érezni rajta, hogy nem. Más íze lenne. Bár nem tudom, hogy milyen oliva olajja, szóval, hogy így... Hát igen. Majd elmesélni. Az egy másik nézők együtt lesz. Mert arra már nem bűsz. Azt jelenti, hogy másik nézők együtt lesz. Ugyanezt megcsináljuk, csak oliva olajjal. De az nem nézők együtt. De az nem nézők együtt. Akkor főzünk együtt, vagy... Tököm tudom. De most se főzünk együtt, mert Afrika főzünk. De arra ne hívj. Na, jó volt. Nagyjából egy kutyát. Szép volt, jó volt, ennyi. Ennyi. Majd én megeszem többit, hogy ezeket. Jó, egyet. Jó, itt várja továbbra is. Na, srácokat, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Reméljük, ti is legalább annyira jól éreztétek magatokat, mint mi. Mint én. A srácok azok. De hát mi még folytatjuk tovább az estét, de hát arra már nem invitálok meg titeket. Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el lájkolni. És? Ja, igen. Iratkozzatok fel, ha még nem lennétek feliratkozva. És tudjátok, kis harangot ott nyomjátok be, hogy... Nektek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ciao, 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 ciao. Két bunkó. Ezt rombert.